karácsony, akkor hal. A magyarországi éves halfogyasztás 35%-át a karácsonyi ünnepkor mérik, ez a hagyomány mellett egészséges étel is. Közúti ellenőrzés péntektől hétvégéig az ittas vezetőket szűri a rendőrség egész Magyarország területén, így Szabolcs megye útjain is. Karácsony az oltalomházban, a téli hónapokban 490 főt lát el a nyíregyházi oltalom szeretett szolgálat, amelynek dolgozói és ellátottjai közös ünnepséget is szerveznek. A halboltok akár egész éves forgalmukat is megárulják karácsony közelettével, az éves magyarországi halfogyasztás 35%-át mérik december végén. A Kölcsey televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyre népszerűbb a harcsa és a pisztráng is, de még mindig a ponty adja a magyar fogyasztás 80%-át. Egészségügyi szempontból sem elhanyagolható fogyasztásuk. Egy 2000-ben elvégzett felmérés alapján azok, akik hetente egyszer vagy többször ettek tengeri halat, náluk 52%-kal kisebb volt a szívhalál előfordulása, mint azoknál, akik havonta egyszer fogyasztották. Ez pikkelyes vagy? Ez bőr, és illetve ez a pikkelyes. Ebben a boltban is sorban állnak friss halért a vásárlók. A karácsony közelettével egyre többen keresik fel az üzleteket, hogy a legfrissebb alapanyagokat vásárolják meg, amiből majd elkészülhet az ünnepi menü. Magyarországon az alaphal a ponty, ez a teljes fogyasztás mintegy 80%-át adja. Évvége közelettével azonban egyre keresettebb a harcsa, a süllő és a pisztráng is. Karácsonyra vásárlóink zömében inkább pontyot, illetve harcsát vásárolnak. Ilyenkor ugrásszerűen megnő a halfogyasztás a magyar átlaghoz képest. Egy olyan átlagos vásárló is 3 és 4 kiló közötti halat vásárol az ünnepre, illetve családtól függően. Ugye a hal vásárlás ilyenkor durván az 5-6-szorosára emelkedik, ilyen napi 3-4 mázsa halakat tudunk eladni ilyenkor. Az éves forgalmunkat kell ilyenkor nagyjából megárulni. Ha nem élő halat vásárolunk, fontos szempont a halak frissessége. A friss halak szavatossága 2-3 nap hűtőben 0-5 Celsius fokos hőmérsékleten tárolva. Utána fagyasztóban 3 hónapig tárolható. Nagyon sok vevő megkérdezi, idősebbek és fiatalabbok is, hogy mit javaslunk, ellátóink mit javasolnak, hogy készítsék el a halászlevet, holott nagyon sokszor főzött már mindenki. Mi egy sima tiszai halászlé receptet szoktunk általában mindenkinek ajánlani, mi is azt főzzük és azt fogjuk fogyasztani karácsonykor. Nem csak halászlé kerül ilyenkor az asztalra, egyre népszerűbbek a rántott és sült hal különlegességek is. Az évnek ezen időszakában mérhető az éves halfogyasztás 30-35%-a. Ez azért kiemelkedő, mert Magyarországon a halfogyasztás nem számottevő, pedig egészségünk érdekében gyakrabban kellene halat fogyasztani. Egy 2000-ben elvégzett felmérés szerint azok között az emberek között, akik hetente egyszer vagy többször ettek tengeri halat, 52%-kal kisebb volt a szívhalál előfordulása, mint a havonta egyszer fogyasztók körében. Újabb tiszpol ellenőrzése számíthatnak Magyarország közútjain, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is december 15-e és 17-e között. Az európai szintű kampány célja ezúttal az ittas vagy bódult állapotú sofőrök kiszűrése. Ez azért is fontos, mert minden tizedik személy sérüléssel járó balesetet ittas vezető okoz. Rá kell fújni! Ennél a vezetőnél sem jelzett be a szonda, a tiszpol műveleti csoport szakemberei ezúttal a debreceni útnál, a felüljáró utáni szakaszon ellenőriztek. Az ittas és bódult sofőrök kiszűrésére irányuló akciót idén már második alkalommal rendezte meg a hatóság. A fokozott rendőri ellenőrzés Magyarország egész területén 2017. december 15-től péntektől december 17-ig vasárnapig tart. A háromnapos akció fő célja az ittas állapotban, illetve a bódult állapotban lévő járművezetők forgalomból történő kiszűrése. Hogy miért nagyon fontos ez? Azért, mert nagy veszélyt jelentenek, aki ittasan vagy bódultan ül autóba a többi közlekedőkre, illetve saját magára is. Azért választottunk olyan fő közlekedési utakat a háromnapos ellenőrzés során, ahol nagy járműforgalommal találkozunk, hogy minél több járművezetőt tudjunk ellenőrizni. A balesetek bekövetkezésének kockázata nagy mértékben megnő, amennyiben vezetés előtt alkoholt fogyaszt a sofőr. Minden tizedik személyi sérüléssel járó balesetet ittas vezető okoz. Ezért a rendőrök fokozottan felhívják a közlekedésben résztvevők figyelmét,
főleg az ünnepek közeletével, hogy amennyiben alkoholt fogyasztottak, ne üljenek a volán mögé. Körülbelül 490 főt lát el a nyíregyházi oltalom szeretett szolgálat a téli időszakban. A hideg hónapokban az intézmény ellátást biztosít a rászorulóknak, hogy lehetőség szerint ne kelljen az utcán tölteniük a hidegtelet. Az intézmény lakói és ellátottjai karácsonyi műsort is szerveznek, így közösen ünnepelhetnek az év végén. Az oltalom szeretett szolgálatnál a tél mindig egy intenzív időszak. A hideg idő miatt az intézmény krízis ellátást biztosít a rászorulóknak, hogy lehetőség szerint senkinek ne kelljen az utcán tölteni a hideg hónapokat. A téli időszakban az intézmény napi szintű ellátási létszáma körülbelül 490 fő. Az oltalomház munkatársainak fontos, hogy a testi, fizikai ellátáson túl a karácsonyt emberivé, ünnepelhetővé tegyék. Az intézmény lakói és ellátottai közös karácsonyi programmal és zenés műsorra készülnek a karácsonyra. Mindig részlegenként tartjuk a karácsonyi ünnepséget, és a részlegek mindig készülnek ezekre a karácsonyi ünnepségekre. A bent lakók vagy az ellátottaink állítanak össze műsort, és hát én ezt minden évben elég komoly belső megrendüléssel hallgatom végig, mert hát nem arról szól ez a történet, hogy mi adunk nekik, hanem ők fogalmaznak, meg ők mondanak a karácsonyi ünnep kapcsán el olyan gondolatokat saját szavaikkal, vagy különböző zeneszámokkal, költői versekkel, amelyek számunkra úgymond polgári körülmények között élők számára is hasznos és tanulságos lehetett. Tanulni lehet tőlük ebből a szempontból is nagyon sokat. Sokan úgy gondolják, hogy a hajléktalan, illetve az oltalomházban élő emberek életében a családi és ünnepi eseményeket a hétköznapi emberekéhez hasonlóvá kell varázsolni. Azonban Laborci Géza szerint nem biztos, hogy illúziókat kell táplálni, hiszen ez az életkörülmény más, és éppen ebben a másságban van a szépsége. Ebből a másságból viszont olyan értékek születnek, amelyek nagyon fontosak. Tehát van egy csapat, akik karácsonytáján mindig összeállnak zenélni. Ezek ilyen csiszolatlan gyémántok. Számukra ez jelenti a közösséget. És ez nagyon fontos, hogy ők ebben megtalálják a saját maguk identitását, a saját maguk örömét, és megtalálják azt, hogy mit jelent ajándékozni, adni másoknak, hogy ahogy szokták mondani, jónak lenni jó. Sándor 30 éve lakik az intézményben, tulajdonképpen itt nevelkedett. Jelenleg egy országos mintaprogram keretein belül a nyíregyházi oltalom szeretett szolgálatnál dolgozik. Számára a segítségnyújtás és az ajándékozás társai felé nem csak az ünnepkor fontos. Nem csak karácsonykor adjuk meg a szeretet egyébként, tehát ez mindennapos, ez a szeretet nálunk, és odafigyelünk, törődünk egymással, akit tudunk, megajándékozunk, nem csak a szeretteinket, akik tényleg szükségállapotban vannak, tehát odafigyelünk egymásra. A hajléktalanok otthonában karácsonyi műsort is szerveznek. Az oltalom szeretett szolgálat Rákóczi utcai intézményében december 18-án ünnepelnek majd. Aláírta az együttműködési megállapodás Nyíregyháza és Debrecen. A két település a korábbi rivalizálás után most a közös munka mellett döntött. Ez pénteken délben Debrecenben írásos formában is megerősítette a két polgármester. Az Észak-Alföldi régió közlekedésének, gazdaságának, turizmusának, oktatásának és kultúrájának fejlesztésre szerepel az együttműködésben. A megállapodás célja, hogy növeljék a két város és a hozzájuk kapcsolódó térségek versenyképességét és népesség megtartó erejét. Illetve a 2020 utáni új Európai Uniós támogatási rendszerben nagyobb eredményeket érjenek el közösen. A javaslatról a két város saját közgyűlésein döntött, ezután írhatta alá Kovács Ferenc és Papp László az együttműködés pénteken. Több mint 2.300.000 ember határozottan elutasítja az uniós migrációs politikát. Erről tanúskodnak a nemzeti konzultációs kérdőívek, amelyek feldolgozása jelenleg is folyamatban van, mondta el Halkóné Rudolf Éva, a Fidesz nyíregyházi szervezetének elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. Ezáltal a miniszterelnök a magyar emberektől felhatalmazást kapott arra, hogy következetesen képviselje Magyarország álláspontját, amelyben elutasítja az illegális bevándorlást, hangzott el.
A politikus megköszönte a nyíregyháziak nemzeti konzultáció sorozatban való részvételét. Kiemelte, a konzultáció ideje alatt a kormánypárt a város több pontján standolt, ahol közvetlenül is volt alkalmuk megismerni a helyiek véleményét. Az a személyes és közvetlen kapcsolat, ami nélkülözhetetlen egyébként bármilyen vélemény megformálása, befogadása terén, az a standoknál valósult meg leginkább, hiszen a kérdőíveket kitöltötték az emberek, akár online, akár postai úton visszaküldték, de az a kapcsolat, amit a standoknál tudtunk csak megvalósítani, az egyrészt arra irányult, hogy megkérdezzük személyesen is a véleményét az embereknek, és bátran kérdezhettek, bátran elmondhatták az esetleg más jellegű és más tartalmú véleményüket is. Nekünk nem az volt a feladatunk, hogy ott bárkit is meggyőzünk, vagy bárkitől aláírást gyűjtsünk. Nekünk egyszerűen párbeszéd és személyes kapcsolat kialakítása volt a nyíregyházi városlakókkal. Több mint 1 millió forint értékben összesen 540 úgynevezett szeretett csomagot készített Pócs Petri önkormányzata. A karácsonyi ajándék alapvető élelmiszereket tartalmaz. A településen élőknek nagy segítség az önkormányzat által elkészített és megvásárolt csomagok eljuttatása még az ünnepi időszak előtt. Pócs Petri önkormányzata a hagyományoknak megfelelően minden évben szeretett csomagot készít a lakosság számára. 540 csomagot osztanak ki az önkormányzat és a hivatal munkatársai. A dolgozók egy teljes napot szánnak a csomagok összeállítására, majd azok kiosztására. Az önkormányzat vásároltam, helyi kereskedőknél ugye megpályáztatjuk, fölírjuk a listára, hogy mit szeretnénk, hogy benne legyen, és akik a legkedvezőbb ajánlatot adják, ők hozzák ide ezeket a termékeket. Minden család kap ebből a csomagból, és szívesen veszik, mert a figyelmesség, és nagyon sok családnál, tehát a benne lévő termékek, alapvető élelmiszerek is nagy segítség a családok számára. Egy csomag körülbelül 3000 forint értékű alapvető élelmiszereket, körettésztákat, konzerveket, napraforgóolajat és természetesen szaloncukrot is tartalmaz. A munka mellett azért volt idő ünnepelni is. Így Pócs Petri Nyugdíjas Egyesülete megtartotta évzáró és fenyő ünnepségét. Az önkormányzat segítsége a karácsony előtt mindenkinek nagy segítség, tette hozzá Pócs Petri Nyugdíjas Egyesületének elnöke. Ennek mi már nagyon örülünk. Tavaly is kaptunk minden család ajándékot, karácsonyi csomagot. Hát ebben biztos, hogy minden háztartás örül neki, hisz egy nagy segítség az, hogy segít az önkormányzat karácsonyi előkészületekbe. Mi ezt örömmel fogadjuk, és nagyon köszönjük polgármester úrnak és az önkormányzat képviselőinek. A karácsonyi ajándékozás nem egyszerű feladat. Pócs Petri önkormányzata azonban már több mint 4 éve készít csomagokat. Közel 1 millió forintos kondiparkkal gazdagodott a Móri Zsigmond általános iskola. Ezt az intézmény udvarán egy 3x3 méteres területen a Nebuló alapítvány jóvoltából építették. Az iskola tanulói egész évben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtanak, emellett pedig a tanulmányi átlaguk is magas. Ennek tovább fejlesztéséért szülői összefogással alakították ki a kondiparkot. Egy újabb mini kondiparkkal gazdagodott Nyíregyháza. Ez a több funkciós gép a Móricz Zsigmond általános iskola udvarán kapott helyet, ahol biztonságosan sportolhatnak majd akár a tanórák keretein belül is a diákok. Az ünnepélyes átadáson Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár kiemelte, fiatal korban kell elkezdeni nevelni a gyerekeket a sportra és az egészséges életmódra. Országszerte fejlődnek és újulnak meg a sportlétesítményeink. Ugye Nyíregyházán 18 ilyen kondipark már épült, de ez is mutatja azt, hogy az általános iskolákban is igenis helye van annak, hogy szünetben, délutáni foglalkozások keretében, vagy akár testnevelés órák keretében is ki lehet menni, hiszen ezek a létesítmények teljesen sérülésmentesek, úgyhogy azt tudják adni és nyújtani, hogy biztonságosan tudják használni a gyerekek. A kondipark nem az első nagyobb beruházása az iskolának. Az elmúlt időszakban számos támogatás segítségével fejlesztették eszközeiket és a tornatermet.
Az eszközállományunk, ami a sportra nevelést, a testi nevelést, a mindennapos testnevelést szolgálja, az utóbbi időben folyamatos fejlődésen ment keresztül. A tornatermünk egy bő évvel ezelőtt 20 millió forintból újulhatott meg. Szakági támogatásokat is kaptunk az atlétika, a röplabda területén 500-500 ezer forintos összegű eszközzel bővült az iskola szertára. És a mai nap rendkívül fontos számunkra, egy mini kondiparkot adhatunk át, ami szülői összefogással, a Nebuló Alapítvány támogatásával valósult meg. Az iskola tanulói kiemelkedő sportteljesítményt nyújtanak a versenyeken, ezért a szülők összefogásával és a Nebuló Alapítvány segítségével megvásárolták, valamint felállították az új kondiparkot. Ez tovább segítheti majd az iskola sportéletét. Ez a több mint 1 millió forint összegű kondipark kialakítása azért volt fontos a Nebuló Alapítványnak, mivel minden évben az alapítvány a céljai érdekében egy kiemelt feladatot tűz ki célul, és ennek érdekében a szülők segítségével valósítja ezt meg az 1%-os adójuk felajánlásával, illetőleg bálon történő támogatásoknak az összegéből. És ez a cél, hogy egy sportlétesítmény, újabb sporteszköz kerüljön az iskola udvarán felállításra, ez abszolút beleillik az alapítvány céljai közé. Az eseményen bejelentették, az iskola tovább halad a fejlesztésekkel. Az új cél, hogy a tornaterem speciális gumiborítást kapjon 3 millió forintból. Véget értek a HEP kupa küzdelmei a nyíregyházi Kossásuli számára. Farkasinszky Gyuláné csapata a Szeged otthonában szenvedett 75-59-es vereséget. A nyíregyházi együttes a bajnokságban javíthat. Szombaton hazai pályán a Kecskemét lesz az ellenfél, míg hétfőn idegenben Miskolcon lép pályára a csapat. Tartalékosabb összeállításban lépett pályára a nyíregyházi Kossásuli a Szeged otthonában a HEP kupában, hiszen a kulcsjátékosokon kívül a juniorok között szereplők sem voltak ott a csapatban. Ez is nehezítette Farkasinszkyné lányai dolgát, illetve az is, hogy a Szeged meglehetősen jól teljesít idén, az amatőr női NB1 zöld csoportjában a második helyen állnak. Ennek ellenére az első negyed végén még csupán egy ponttal 20-19-re mentek a hazaiak. Egyértelműen látszott, hogy magassági fölényben voltak, rutinban voltak minden tekintetben. Itt elsősorban az volt egyébként csak a kérdés, és az volt a lényeg, hogy egyáltalán egy jó mérkőzést játszunk, tehát hogy nehogy úgy jöjjünk haza, hogy esetleg ezeknek a gyerekeknek ez egy törést okozzon, vagy hogy esetleg úgy jöjjünk haza, hogy na hát, Istenké, mi is történt ott, de hál' Istennek, nagyon jól játszottunk, nagyon jól pörögtünk, főleg az elején. Aztán azonban egyre nőtt a különbség, végül 75-59-re összességében megérdemelten nyert a Szeged a tisztességesen helytálló nyíregyháziak ellen, akik így búcsúztak a HEP kupa további küzdelmeitől. Egy picit a második félidő vetett vissza, amikor egy 2-3 zónát váltott az ellenfél. Ott ugye nem voltak meg azok a stabil, masszív benti centerjátékosaink, akikre ugye szükség lehetett volna. A kinti dobásaink pedig nem mindig úgy sikerültek, ahogy azt mi elképzeltük. De én úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést játszottunk, minden negyedben partiba voltunk. Egyedül ez a harmadik negyed volt az, amikor egy kicsikét úgy döszögött a szekér, de szerintem nagyon becsületesen, tisztességesen helytálltuk a lányok. Én úgy gondolom, hogy a Szeged kikapni ebben a szituációban, ez nem volt gond és probléma. A Kossásuli játékosaira most sűrű napok várnak, ugyanis egymás után két mérkőzést is játszanak a bajnokságban. Előbb szombaton a Kecskemét lesz hazai pályán az ellenfél, majd hétfőn egy elmaradt mérkőzést pótol a nyíregyházi csapat Miskolcon. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A halboltok akár egész éves forgalmukat is megárulják karácsony közelettével. Az éves magyarországi halfogyasztás 35%-át december végén mérik. Egyre népszerűbb a harcsa és a pisztráng is, de még mindig a ponty adja a magyar fogyasztás 80%-át. Egészségügyi szempontból sem elhanyagolható fogyasztásuk. Egy 2000-ben végzett felmérés alapján azok, akik hetente egyszer vagy többször ettek tengeri halat, náluk 52%-kal kisebb volt a szívhalál előfordulása, mint azoknál, akik havonta egyszer fogyasztották. Újabb Tiszpol ellenőrzésre számíthatnak Magyarország közútjain, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is december 15-e és 17-e között. Az európai szintű kampány célja ezúttal az ittas vagy bódult állapotú sofőrök kiszűrése. Ez azért is fontos, mert minden tizedik személysérüléssel járó balesetet ittas vezető okoz.
Körülbelül 490 főt lát el a nyíregyházi oltalom szeretett szolgálat a téli időszakban. A hideg hónapokban az intézmény ellátást biztosít a rászorulóknak, hogy lehetőség szerint ne kelljen az utcán tölteni a hidegtelet. Az intézmény lakói és ellátottai karácsonyi műsort is szerveznek, így közösen ünnepelhetnek az év végén. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 15-én pénteken friss hírekkel, legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat pedig internetes oldalunkon is elérik. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Holnap felhős, eleinte csapadékos időre lehet számítani. Szombat estig döntően hidegfront alakítja a Kárpát-medence időjárását. Eleinte nagy, szombat estétől északnyugat felől már alacsonyabb nedvességtartalmú, egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, hajnalton havas eső, a magasabban fekvő területeken havazás várható. A változó irányú szél eleinte gyenge vagy mérsékelt marad, majd északira fordul a szél és megélénkül. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Főként a nap első felében várható csapadék, kezdetben eső, majd havas eső hó formájában. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, napközben nem sokat melegszik a levegő, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai melegfronti hatást holnapra hidegfronti hatás váltja fel. Vasárnaptól változóan felhős időre van kilátás, a jövő hét közepéig minden nap várható némi napsütés is. Jelentősebb csapadék nem valószínű, de egy-egy hózápor, kisebb havazás előfordulhat. Fagyosak lesznek az éjszakák, és napközben is csak kevéssel fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet.